Hát sziasztok, sokkal több, mint zuhanyhíradó. most már a bolgár sajtóban és a magyar sajtóban is megjelent, hogy nagyon közel áll a Ferencvárosa szerződés aláíráshoz Filip Javorov. Krastevvel, akinek a neve nem hiszem, hogy túl sokat mond azoknak, akik átlagos, vagy még akár átlagnál mélyebben is érdeklődnek a nemzetközi labdarúgás iránt. Azoknak viszont igen, akik azt figyelik, hogy kik azok a fiatal tehetségek, akikből nagy karriát lehet kialakítani. Hát ilyenek például a Lommelnek a scoutjai, akik ugyanúgy megvették a Vancsa ennek az esztendőnek tulajdonképpen a legnagyobb magyar, magyar labdarúgó sikereként, bármilyen fura is, de ezt mondhatjuk annak, hogy ugye a Lommel egy kapu, egy Lommel egy bejárat tulajdonképpen a, a Manchester Cityhez, ezt jól tudja az, aki ismeri ezt a rendszert. Ugyanígy a, a Filip Javorov Krasztevet már 2020-ban megvették, mert egy fantasztikus tehetségű játékosról van szó, mindjárt beszélek az erényeiről és a, a kisebb hiányosságairól, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy ugye ő egy 21 éves srác, aki még nagyon-nagyon-nagyon sokat formálható, és nagyon-nagyon jó -nagyon jönne neki az, hogy a Lommel ugye minden az utóbbi években, már 2020-ban ugye megvette őt, és kölcsön adta előbb a szávia Szófiának, Troájénak, a Kámbúrnak, majd a Levszki Szófiának, mindenhol egyébként voltak meccsei, igazából a Levszki Szófiában voltak nagyon jó meccsei most a, az utolsó idényben, ugye 12 meccse, 3 gólt rúgott, Hát az egy igazi nagy ugrás lenne, egy minőségi változás lenne neki az, hogy egy jó csapatba, egy jó európai szintű csapatba, ugye a Ferencvárosba átkerülnek, különösen abban a Ferencvárosban most nagyon megerősödik, ez egyre inkább látszik, úgyhogy én nagyon szurkolok annak, hogy, hogy bejusson a Fradiba. Ő elsősorban egy, egy támadó középpályás, aki kétlábas, de a jobbal talán egy kicsit jobb. Ha megnéztek róla a videókat, akkor, akkor, két dolgot fogtok észrevenni. Az egyik az, hogy hihetetlen jó viszonyban van a labdával tehát rendkívül technikás játékos, és gyakorlatilag olyan kiismertetlen cseleket csinál, amik nagyon ritkák ennyi idő sem, és az igazán nagy tehetségeket jellemzi. Másrészt pedig azt is észre fogjátok venni, ami külön nagy erénye ennek a játékosnak, és érdekes, hogy szakírók nem veszik észre, pedig ha megnéztek 5 percet videóból, bármelyik róla szóló videóra, akkor egyből észre fogja venni az, aki egy kicsit is ismeri a labdarúgást, hogy megkapja a labdát, és úgy tud megindulni. Tehát az induló sebessége az, ami elképesztő. Tehát induló sebességre simán lehagy két játékost, aki, aki már egyébként futó van, úgyhogy, és ez nem azért van, mert ő kicsi lenne, ő 180 centi magas, és nyilván még adott esetben benne van az is, hogy egy-két centit nőni fog, és nem is egy ilyen kis filigrás rác, mert elég izmos 66 kiló ehhez a magasságához, hát azért persze ennél lehetne még, még erősebb, mokányabb, de ez is szerintem nagyon megfelelő, úgyhogy, úgyhogy kifejezetten azt kell mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lesz a Fradi szempontjából, ha ide jön a Fradibaj saláira a szerződést, a, a lendület, hozás miatt. Tulajdonképpen, ha összevetem Tokmákkal az ő játékát, akkor tök ma, Tokmák rutinosabb, Tokmák rutinosabb, ugye, de, de sokkal szabadabban játszik, és sokkal kevésbé fegyelmezhető. Tehát Tokmákkal az a baj, hogyha éppen nincs kedve játszik, akkor nem játszik. Ha van kedve, akkor jó játszik. Itt viszont szó nincs erről. A Philip Cluster-nél egy nagyon fegyelmezett játék van, és legalább olyan gyors, mint a Tokmák, és azt kell mondjam nektek, hogy 21 év ellenére legalább olyan kreatív. Az, hogy nem ismeri még annyi a nemzetközi labdarúgás, mint Tokmák. Hát ez teljesen természetes, és nem olyan dörzsölt, mint amilyen Tokmák. Ez is természetes, de azt hiszem, hogy a Fradiba épp ezt a két vonást tudná igazán megerősíteni, és igazán jóvá tenni. Minden túlzás nélkül mondom, amit mondok nektek, hogy tehát szó szerint vegyétek, hogy a Magyar Labdarúgó Bajnokságban jelenleg ilyen technikás játékos, mint amilyen a Filip Kraszter nincs. Nem véletlen az, hogy ugye a, a, a ide-oda adja, hogy egészen addig, amíg, amíg meg nem erősödik, és még tapasztaltabb nem lesz, addig ugye rutint szerezzen komoly, komoly küzdelmekben, akár európai kupa küzdelemben, mert számítanak rá nyilvánvalóan a Manchester City-nél, ez teljesen egyértelmű. Nekünk pedig egy fantasztikus ajándék lenne, hogy egy-két idényt itt játszana. Azt mondják a hírek, azt mondják a csicsergő madarak, hogy egy olyan 24-28 ezer euró az a fizetés, amit Kér, ami hát testvérek között is nagyjából 10 millió forint, kicsit több. Én azt hiszem, hogy ez a Fradi számára bírható lenne. És azért gondoljátok el, hogy mondjuk a, a Merciével, a, a Krasztevvel, vel egy középpályás sor, Bolival, Traoréval egy csatás sor, azért ez már kezd igazán jól kinézni. Kezd igazán jól kinézni, és hátul pedig a holland gyerek, ugye, középhátvédnek, aki egy teljesen szuper jó középhátvéd, európai szinten is jónak mondható. Úgyhogy szépen alakul ez, szépen alakul ez, és én nagyon szurkolok, hogy a selejtezőkre legyen egy jó fradi, mert ha ez a fradi így áll össze, ahogy most elmondtam nektek, akkor az eléri a Rebrov féle Fradinak a színvonalát, és reálisan várhatjuk azt, hogy ez a csapat azért, azért kell, hogy hozza magát a, a legalább a csoport küzdelmek közelébe, mert ugye azon már, hogy éppen bejut-e a csoportba vagy sem, azon már nagyon, nagyon, az már nagyon sok nüanszon múlik, de az, hogy a közelébe jut, tehát úgy, igazából az utolsó selejtezőig eljut a Fradi, az egy ilyen csapattal várható. Úgyhogy nagyon szurkolok annak, hogy valóban aláírja Filip a szerződését, és ha aláírja, akkor nagyon nagyon nagy szeretettel köszöntöm őt. Ő egyébként jobboldali középpályásként játszik főleg, de, de igazából, ha megnézitek az előző meccsét a Levski-ben gyakorlatilag irányító középpályásként, baloldali középpályásként is be volt vetve kezdő csapatban, tehát gyakorlatilag kétlábas játékosról van szó, akinek egy kicsit jobb a jobb lába, úgyhogy azt hiszem, hogy egy óráon játékos, aki, aki nagyon sok helyen a, a midfield zónában be lehet vetni, és ez nekünk nagyon kellene is a Ferencvárosnak. Úgyhogy nagyon szurkolok, hogy ide kerüljön, kétszeres Dolgár, válogatott játékosról van már szó, utánpótlásban is nagyon sokat játszott, 17-ben, 19-ben, 21-ben, de hát mi, mi mást kell róla elmondani, mint azt, hogy a Manchester City fiókái közé tartozik, úgyhogy ez már önmagában fantasztikus dolog. Na no, hát ennyit szerettem volna mondani, nagyon szeretném, hogy ide kerüljön, hajrá Krasztev, és természetesen, ha tetszett a videóm, akkor nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kélek, nyom meg a köszönet gombot, azt nagyon-nagyon megköszönném, mert azért ezekre a videókra készülni az nem 5 perc, amíg az ember, ember létrehozza ezeket a videókat. Úgyhogy nagyon köszönöm, ha ezzel is segíted a munkámat, vagy a videót, tehát a számlaszámon. Úgy teszel egy utalást, és hát hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, hajrá Ferencváros, a Jóisten áldjon meg mindenkit.